Fölmerült az euró és a forint kérdése. Én azt gondolom, hogy a Maastrichti kritériumoknak a teljesítése az a saját érdekünk. Ez nem kérdés. Ezt nekünk mindenképpen teljesíteni kell. De önmagunk miatt. Az unió miatt is persze, hogyha be akarunk lépni az eurózónába. De mindaddig, amíg nem vagyunk képesek a Maastrichti kritériumok teljesítésére, addig az euróra hivatkozva egy-egy kritériumot teljesíteni értelmetlen. Mert a zónában nem mehetünk be, ugyanakkor a kezünket megkötjük. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk ezt a kérdést a saját érdekeink mentén kellene végiggondolni, és reálisan végiggondolni azt, hogy Magyarország valóban képes-e arra, hogy teljesíti a kritériumokat. Ha igen, akkor neki kell állni és teljes gőzzel menni kell ebbe az irányba, hogyha nem, akkor végig kell gondolnia, hogy a kritériumok mely pontokon kötik meg a valós felzárkózásnak a folyamatát, mert egyébként nagyon sok ponton megkötik. Közgazdászok azt mondják, hogy ha nincs 80%-os felzárkózási szint egy országban, akkor nagyon kockázatos bevezetni az eurót. Persze egy zárójelbe kell tenni, de nagyon hangsúlyozottan ki kell mondani, hogy egy világgazdasági válság ezt az elméletet kőkeményen fölülírta, és félhetően fölülírja a jövőben is. Javult-e a magyar vállalkozások pozíciója a Kárpát-medencében? Azokon a természetes piacokon, ahol jelen tudunk lenni, ami benne van abban az akciórádiuszban, ameddig egy cég el tud menni, akkor erre nehéz pozitív választ adni. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben néhány cégtől eltekintve, de a magyar vállalkozások jó része ezeken a piacokon vesztett a pozíciójából. Nem tudott előre haladni olyan tempóban, ahogy szeretett volna, nyilvánvalóan saját okunkon, a mi rossz gazdaságpolitikánknak az okán. De ezeken a pozíciókon nem tudtunk megkapaszkodni. Mekkora a mi érdekérvényesítő erőnk Brüsszelben? Magyar képviseletek nemzeti értelemben nézve, vagy ország stratégiai szempontból nézve nem átgondoltak, azoknak az intézményeknek van képviselete, akiknek van erre pénze. Presztízsként kezelik nagyon sokszor, természetesen mindig tisztelet a kivételnek. Jó, minden mondatomat ezzel kezdem, de vitát akarok generálni. Ezek között a képviseletek között érdemi átjárás az csak nagyon korlátozott szinten van, együttműködés ugyanígy, és mivel nagyon sokszor hangsúlyozom presztízs képviseletekről van szó, ezért mindenki próbálja a saját pozícióját, székét, helyzetét őrizni, védeni. Ha megnézem ugyanakkor mondjuk Ausztriának a képviseletét, vagy más országoknak a képviseletét, akkor ott legalábbis felsejlik egy nemzeti együttműködés szándéka. Tessék megnézni a Magyar Fejlesztési Banktól a budapesti önkormányzaton át a kereskedelmi kamaráig bezárólag egyébként. Hány képviselet van? Egy-két fővel. Egy-egy emberrel. Hát vállalati szakemberek vagyunk. Tudjuk azt, hogy egy egyemberes iroda nem iroda. Vagy két emberes iroda nem iroda. Mert ha elmegy egy tanácskozásra, már nincs, aki fölvegye a telefont. Mert egy ember nem lehet mindenben szakértő. Mégsem tudjuk megteremteni azt a nemzeti egységes fellépést, amit más országok nálunk lényegesen jobban megtettek. Számtalanszor érzékeltem azt, számtalanszor, hogy kimentem Brüsszelbe és képviselőkkel akartam találkozni, Európa Parlamenti képviselővel. És az első kérdés az volt, hogy ki lesz még ott. És ha kiderült, hogy a másik pártnak a képviselője ott van, akkor nem értek rá. De volt olyan is, hogy világosan megmondták, hogy mivel az a szereplő ott van, akkor nem megyünk. Hát azt gondolom, hogy egy ország, főleg egy ilyen pici ország, aki középméretű országnak nevezi magát, ezt nem engedheti meg. És ennek ellenére ezt tesszük. Anélkül egyébként, hogy bárkit megbántanék, egy gondolatot hadd ültessek el, mert ezt Hongkongban mondták nekem az ICC-ben, és így aztán nyugodtan továbbadhatom, de azt mondták, hogy tessék megnézni Európának a problémáit. Nem kell csodálkozni. Hát az Európai Unió vezető politikusai és az Unió parlamenti képviselői jó részt azon politikusok, azon nemzeti politikusok, akiket valamilyen oknál fogva a politikai ellenfelük, már a párton belüli ellenfelük el akarta távolítani és ki akarta küldeni Brüsszelbe. És a legutolsó, amit feszegetnék, és mind a két előzetes előadásban ez a gondolat előjött, én egy picit más oldalról közelíteném meg, elmesélnék egy történetet. Azt mondta nekem Sárközi Tamás, a minap, amikor a gazdasági társaságokról szóló törvény 20. évfordulója kapcsán egy ünnepséget rendeztünk, hogy 1988-ban érdemi vita volt arról, én akkor egyetemista voltam, tehát erre nem emlékszem, de érdemi vita volt arról, hogy Magyarországon bevezessék
a precedens jogot. Én azt hittem, hogy hülyéskedik. Nem tudom, a János tudja ezt esetleg megerősíteni, én azt hittem, hogy hülyéskedik. Ez egy olyan kultúraváltás lenne, ami a világ történelemben ugye egyetlen egyszer sikerült egyetlen népnek, de ahhoz kellett 40 év sivatagi vándorlás, és kellett hozzá egy Mózes. Egy totális kultúraváltás, hiszen Magyarország az egy kontinentális ország. Hát mi a kontinentális Európa része akarunk lenni. Bajor Gizella óta arra törekszünk, hogy Németországhoz, Franciaországhoz, Európához kötődjünk. Oda köt bennünket a kultúránk, a történelmünk, a hagyományunk, a piacaink, ugye az exportpiacaink. Minden oda köt bennünket. És ezek után mi nagyon kevés kivételtől eltekintve, gyakorlatilag 20 év óta egy olyan ultraliberális gazdaságpolitikát folytatunk, aminek az a lényege, hogy mondj le a saját érdekeidről. Ami azt mondja, hogy szolgáltasd ki a piacaidat, legyen szabad a verseny. Egy olyan verseny, ahol a másik sokkal nagyobb, sokkal erősebb, sokkal tehetősebb. És én azt gondolom, hogy Magyarországnak ezt kell újra gondolnia, hogy a saját érdekeit saját magának kell megvédenie. Hogyha megnézzük a privatizációt. Hát hogy zajlott a privatizáció? Magánmonopóliumok kezére adtunk korábbi állami vagy politikai monopóliumokat. Amely monopóliumok önmegtartóztatóak voltak addig, amíg ennek politikai érdekei voltak. De ahogy magánmonopóliummá váltak, a profit maximalizálás lett a céljuk. Vagy gondoljunk az uniós fölkészítésre. Hát az osztrákok, én emlékszem, ott éltem a határ mellett, és akkor ott dolgoztam is egy darabig. Hihetetlen pénzeket nyomtak be az uniós felkészítésbe, erősítésbe, a vállalat erősítésbe. Mi pótcselekvéseket végeztünk, egész komolytalan pótcselekvéseket. A csatlakozás utáni évben, 2004 májusától decemberig, egész évre vetítve, 30%-kal nőtt meg Magyarországon a feldolgozott élelmiszerek importja. 30%-kal. Nem ettünk többet. És ezek után nem kell csodálkozni, hogy a Zalahústól a Globuszig letérdelt a magyar élelmiszer feldolgozóipar. És 2 év alatt gazdát cserélt. Megvan, mai napig működik, csak most már bondul el, és nem is tudom milyen más néveken, vagy neveken. Lemondtunk az érdekeinkről. És én, vagy a kamara, hát ha már kamara elnökként szólhatunk. Lemondtunk a kötelező kamarai tagság intézményéről. Miközben a versenytársaink, a piacaink kőkemény kötelező kamarai tagságú rendszereket működtetnek. Hát tessék megnézni az osztrákokat, vagy a németeket, vagy a franciákat, vagy az olaszokat, a spanyolokat. Hát mindegyik kőkeménye megszervezi a gazdaságát. Nem fog idejönni és azt kérni tőlük, hogy jaj, kedves magyarok, de jó lenne, hogyha erősen meg lenne szervezni a gazdaságotok, megmondanátok, hogy mi a minimális fizetési határidő, beleszólnátok a polcpénzbe, megmondanátok, hogy nyitva lehet-e tartani vasárnap, vagy sem. Ezeket nekünk kell megmondani, ezt helyettünk nem fogja megmondani senki. Amikor a Sárközi idejött Budapestre, ugye Sárközi elnök úr, ha már elhangzott a neve, hát nem véletlenül ment a metró alagútba találkozni a Demszkivel, és nem a Városházára. Hát én azt gondolom, hogy szembesülnie kell az országnak azzal, hogy a saját érdekeire saját magának kell vigyázni. Tessék végignézni a nagy beruházásokat, az elmúlt évek nagy beruházása. Azon túl, hogy mindig lehetett tudni előre nagyjából, hogy ki nyeri meg, hogy ott mekkora pozíciót kaptak ténylegesen a magyar cégek. Hát az uniós források jó része ilyen értelemben visszaáramlik. Visszamegy. Különféle trükkökön és technikákon keresztül. És legvégül azt gondolom, hogy mi egy olyan ország vagyunk, aki évszázadokon át valahova fölnézett, valahonnan várta az utasítást. Ugye Bécs évszázadokon át, aztán Moszkva, egy kicsit rövidebb ideig, most Brüsszel. Föl kéne ismernünk azt, hogy se az eufóriának, se a szkepticizmusnak nincs helye. Egyetlen logikus magatartásunk lehet, és ebben azt gondolom mind a hárman ugyanazt mondtuk, hogy megpróbálunk az Unióban minden lehetőséget kihasználni oly módon, hogy a saját érdekünkre ügyelünk. Közvetlenül a saját érdekünkre. A másik fél, vagy a másik partnerben majd ügyel a sajátjára, nem kell félteni. De nekünk a sajátunkra feltétlenül ügyelni kell. Köszönöm szépen!